Sziasztok, üdvözlete minden Tiszakécskéről, és most a Tiszakécskei gyermekvasutat fogjuk bejárni. Egyébként a végállomás az egykoriban ott volt ott az út mellett a sarkon, itt a sportcentrum mellett, ugye itt van a Tiszakécskei sportcentrum. Hát most jelenleg ennyi van a kisvasútból, de innen majd követni fogom a sineket. Ez egy 1 kilométer hosszú kisvasút, és majd mindjárt a történetéről is fogok mesélni, így nézzük meg, hogy ennyi maradt meg belőle. És ez a kisvasút, ez már nagyon régóta szünetel rajta a forgalom, viszont idén már úgy tudom, hogy elkezdték az átépítést is, és ha minden igaz, akkor jövő nyáron újra üzemelni fog. Hát meglátjuk, ha így lesz, akkor tudjátok, úgyis el fogok egyszer jönni, és vonattal is végig fogom utazni. Egyelőre akkor most megmutatom, hogy hogy áll az átépítés előtte, illetve hogyha folyamban van az átépítés, akkor azt is megnézzük. Hát, hajrá, hát ez egy 1,2 km hosszú kisvasút. Úgyhogy most akkor követjük majd a végéig. Tehát az azért látszik, hogy ez egy ilyen 9 kilós, illetve 7 kilós sinek. Most így fejből lesz, nem tudom melyik, de hogy függönykard is. Viszont itt már 23. Ez már itt kisi sin. Ugye ezt is ilyen kisvasúton ez általános volt. 23 kilós sinek. Hát nagyvasúton már nem használják nagyon régóta. Illetve azt hiszem két vasútvonal van, és abból egy, amik még most is üzemelő, ahol még találhatóak ilyen 23 kilós kisísinek, és tudjátok, hát itt volt a váltó. És hát az a mellékvágány, ez meg hát gondolom, hogy ott ért véget az épületnél. Ez csak tárolóvágány volt. És igen, valószínűleg ott lehetett körüljárni. És ez az egyik végállomása volt. Egyébként az volt a terv, én úgy tudom, hogy a nagyvasúti mávállomásig elviszik, ami innen kb. 2 kilométerre van. De soha nem valósult meg, tolt véget, és itt látszik, hogy itt a sínszál az el is tűnt. Hogy ezt milyen megfontolásban, azt nem tudom. És hát, hogy látjátok, ez egy kis sín és talfa. És látjátok, hogy itt kiszedték a talfákat és ezen a rövid szakaszon. És akkor most gyorsan dióhéjban a történetéről, akkor besélek egy kicsit, hogy 1970-ben kezdték el építeni, eredetileg is úttörővasútként, illetve hát ugye gyermekvasútként, ugye később is lett a neve, de hogy árufuvarozás soha nem folyt rajta, csak a személyforgalomra építették, ilyen turisztikai jelleggel, és a Sejpi cukorgyárnak a sínanyagát, miután ott felszámolták a kisvasutat, azt használták ide föl, és gyakorlatilag 1,2 km hosszú, és egy C50-es mozdony volt, és ha jól emlékszem, akkor 3 személykocsi. És végül is augusztus 20-án 1971-ben adták át. És 2009-ig üzemelt, 2009-ben a pálya állapotra hivatkozva állították le, és egy gumikerekű, ugye dottót állítottak forgalomba a kisvasút pótlására, és hát azóta gyakorlatilag így áll, ahogy most van. Illetve még annyi történt, hogy az egyik végállomásnál volt egy fedett mozdonyszín, amit elbontottak egy parkoló miatt, és azóta sokáig, éveken keresztül a szabadban volt a mozdony meg a személykocsik is, gyakorlatilag az időjárás viszontagságának is kitéve. És hát ezen fognak majd most is változtatni, hogyha újra indul a forgalom, akkor fog épülni egy új fedett mozdonyszín, és talán néhány száz méterrel meg is hosszabbítják a kisvasutat, mint ahol a ilyesmi tervet is olvastam volna, de hát ez akkor fog kiderülni, amikor átadják újra üzemelő állapotban. Akkor nyilván majd visszatérek, és akkor fogok rajta utazni is, amiről videó is lesz. Hát akkor ugye haladjunk tovább, a Tiszapartig tart a kisvasút, ott lesz a másik végállomás. És akkor itt egy érdekesség, hogy itt valószínűleg újra aszfaltozták az utat, és itt eltűnt a kisvasút, itt kiszedték az aszfaltból. Tehát látszik, hogy ott is felszedték a sineket az útátjáró előtt, és a másik oldalt is, mindjárt megmutatom, eddig van meg. Tehát itt ezt a vágány anyagot ezt kibontották. És ez viszont biztos a kiépítéskori állapot. Feliratokat nem találtam a sínszálakon, de hát látjátok, hogy ez nagyon vékony, tehát ez így ránézésre a 9 kilós, hát ugye ezeket úgy szokták hívni, hogy függönykard is sinek, hát ugye látjátok, milyen vékonyak. És ugye ott fordul el majd a Tiszapart fele. Haladok tovább a
sínek mentén. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Állítólag már elkezdték az átépítést, én eddig ezt nem tapasztaltam. Ezek biztos, hogy még a kiépítéskori állapotok. Ezt nézzétek, itt van a nyomvonal, és itt ér véget. Fel is van szedve, és itt viszont már dolgoznak rajta. Viszont ami érdekesség, az itt van. Tudom, hogy lehet, hogy egy új nyomvonalon fog újraépülni, hogy az volt a régi nyomvonal. De ez jó kérdés, viszont itt látszik, ez itt láthatóan ez itt friss ágyazatokat raktak le. Tehát valószínűleg itt fog épülni a kis vasút, tehát lehet, hogy megváltozik a nyomvonala. Na, szóval kértem egy kis újbeigazítást, tehát valóban, amit ott mutattam az előbb, az új nyomvonala lesz, tehát megváltozott nyomvonalon fog újraépülni. Ez viszont az eredeti nyomvonal, és kb. Egy olyan 400 méter még a végállomásig, azt most lesétálom. És majd akkor visszafele az új nyomvonalon fogok menni. De hát látjátok, már beindult az építkezés itt már. Hát ezek valószínűleg ezek a kibontott talfák, amik itt vannak, és ott arrafele viszont már vannak újak. Hát ezeket a talfákat, ezeket a régi kis vasútból bontották ki. Ezek visznyeremények, és azok viszont ott, azok beépítésre vár új talfák. Látjátok, itt vannak sínszálak is, tehát valószínűleg ezek szintén vízneremények. Ezeket a mostani kis vasútból bonthatták ki, és hát nem hiszem, hogy ezeket fogják visszaépíteni, szerintem teljesen új sínek lesznek, ahogyan a talfákat is, és ott a távolban ott már feldepózott betonaljakat is látok. Úgyhogy hát, hogy azok biztos, hogy beépítésre várnak. És itt van az, ahol a teljes felépítmény el van távolítva, és az alépítményt is építik, és itt vannak a kibontott sínszálak. Tehát itt már közelítünk a végállomáshoz. Viszont akkor az igaz, hogy az építkezés az már zajlik. És ha minden igaz, akkor jövő nyára itt ez el fog készülni, és már vonattal lehet majd itt közlekedni. Hát meglátjuk. Reméljük tényleg így lesz. Igazából tényleg egy ilyen szűk másfél kilométerről van szó, úgyhogy szerintem ez az ütemterv még tartható is. És látjátok, elérkeztünk a végéig, itt volt a végállomása egykor a kisvasútnak. Hát akkor nem itt volt a fedett mozdonyszín, legalábbis ezt nem tartom elképzelhetőnek, mert itt erre fele tovább nem folytatódott. Visszafele viszont bejárom az új nyomvonalon. És egyébként egy órán van a vonatig, úgyhogy addig még vissza is kéne érni az állomásra. Remélem sikerül, mert ez az utolsó előtti vonat, tehát hogyha ezt nem érem el, akkor két óra múlva még jön egy, amivel még haza tudok menni, de azt már tényleg muszáj elérni, viszont az meg lesz. Úgyhogy még az új nyomvonalat be fogom járni a másik irányból. Na, ezt nézzétek is, akkor itt van az új nyomvonal. Hát itt a Tiszaparti sétányhoz hozták közelebb, úgy látom. Hát most ez akkor visszafele ezen mászok végig. Hát most nem a töltésen, hanem itt mellette, igazából ugyanazt látjátok. De ez lesz a megváltozott nyomvonala. Hát meglátjuk, hogy meddig. És ezt nézzétek, itt már elkezdték építeni. Már le vannak rakva a betonaljak is. És itt van a sportcentrum, amit a régi nyomvonal az a másik oldalról. Tehát most akkor itt lesz az új. És itt már elkezdték lerakni, lemondom a betonaljakat, akkor hamarosan majd jönnek a sínek is. Itt már egész előre haladott állapotban van. És itt már a sínek is rajta vannak, és egyébként itt mellette is már ki vannak készítve, és már az alátétek is egy darabon rajta vannak. Viszont innen már le is vannak rakva a sínek. Na és hát nem, akkor itt van a kész pálya, ahol már le is van rakva. 34-es sínek és betonaljak. És ott viszont már az ágyazat is rá van téve. Sőt, itt már rajta van a heveder is. Tehát azért kalapnak itt a vasútépítéssel. Hát ez itt az új nyomvonalnak a vége fele járunk, ott már az ágyazat is rá van terítve, ez a bányakavics, és a 34-es sínek, és itt már össze is van kapcsolva a sínszálak hevederrel. Tehát, hogyha ez így halad, akkor ez tényleg meg lesz jövő nyára. Közben, na mondom, elérkeztünk a nyomvonalnak a végéig, itt lesz a kitérő, és ez lesz a másik végállomás. És arrafele meg már a pálya is. Le van rakva, már a sínleerősítés is megvan, már hevederekkel is össze van kapcsolva a pálya.
én még elmegyek a végéig, és akkor ennyi volt ez a kis vasúti vágánybejárás. És itt van a vége. Gyenlőre. Innen föntől építik a másik végállomásig. És hát akkor ez a videó az ennyi lett volna. Nézzétek meg itt a másik végeit még. Itt még elképzelhető, hogy fog épülni egy fedett mozdonyszín. Ez egyébként a tervben is benne van. És szerintem inkább itt fog épülni, mert itt több hely van rá. Hát aztán hát majd, hogyha átadják, akkor meglátjuk, hogy pontosan hol is merre. Egyébként egy C50-es és három kocsi volt, hogyha jól emlékszem itt a járműállomány, és valószínűleg ez is fog maradni. Erre a körülbelül másfél kilométerre ez elég is. És hát a hosszabbítás az ennyi lesz, hogy itt túlnyomon arra került, és eddig lett hosszabbítva. És akkor ez a vonalbejárás az ennyi lett volna. Most lesz még egy fél órás erőltetett menet a vasútállomásig, hogy a következő vonatot elérjen. Hát körülbelül egy a 25 perc a gyalogási idő a vasútállomásig, és fél óra múlva indul a vonat, úgyhogy egy kicsit meg kell most nyomni a tempót, hogy biztos elérjem. És persze valószínűleg ilyenkor pont nem fog késni. Idefele mellett 10 percet késett, hát most szinte biztos, hogy nem fog, amikor viszont jól jönne. Nem tudjuk, akkor az ennyi lett volna, akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! És akkor ismét is a Késke állomás, hát sikerült kiérni, körülbelül 2 perccel van a térkezés előtt, viszont a MÁV-ban lehet bízni 8 percet késik, úgyhogy és nem is kellett volna ennyire kicentizni, hogyha nem sietek ennyire előttet menetbe, akkor is elértem volna. Csak hát ezt akkor még nem tudtam.